csak hogy tudj. És sose kényszerítenek olyasmire, hogy nyúl kaját tegyél. Az özvegy Nora a jóga oktató Vega vőlegényétől félti unokáját és egy kicsit saját magát is. Nora és Terry együtt élnek. Az asszony attól tart, ha az amúgy is mindig elfoglalt lányférjhez megy, végképp egyedül marad. A vélt valós problémát Terry egy meglepő ajándékkal orvosolná. Üljj ide végre és engedd, hogy megmutassam, hogy működik. Nem érem. Hogy? Túlságosan elfoglalnak a saját problémát. Nem értem. Itt kell megnyomni, ha ki akarod tudni. Remélem, nem adtál érte túl sokat. Loptam. Na, ide jössz végre? Nem fogsz elkésni. Ezt kell hosszan megnyomni, ha be akarod kapcsolni. Jé! Mit mutassak először? Hogy hogy kapcsolom ki? Míg Nora idegenkedik a számítógéptől, addig pár utcával odébb, a szintén nyugdíjas Ben úgy ismeri a randi oldalak és a csetszobák útvesztőjét, mint a tenyerét. Egy internet kávézóban tölti a szabadidejét, mellette van egy fiatalember, aki egyébként színész, de hát, hogy Amerikában, meg nyugaton megszokott, amikor éppen nincsen munkája, akkor vagy pincér, vagy taxis volt, ő speciál ezt az internet kávézóban pincérkedik, jó barátságban vannak. És én elkezdek csetelni, kiadom magam 27 éves, rendkívül csinos fiatalembernek. A piroska az unokájától kapja, illetve a nagymama az unokájától kapja a laptopot, hogy hát nézegesse, hát ismerkedjen meg vele. Egyszer csak rákerül egy ilyen csetelős oldalra, és akkor fölcsillan a szeme, amikor meglátja azt, hogy 25 és 27 év között. Azt mondja, hogy na! Ez az én korosztályom. Úristen, mit beszéljük? Mit is akart, hogy legyen intelligens, csinos, szeresse a sportot? Hát akkor csak annyit, hogy szép vagyok. Okos! És szeretem a sportot. Ilyen írt föl nekem az orvos. Mint 27 éves fiatalember a világháróra föllövöm a megismerkedési vágyamat, ő meg erre ráakad, és akkor rögtön jelez egyet, és akkor mi elkezdünk csetelni. Ő kiadja magát egy 25 éves lánynak, az unokája annyi idős, én meg kiadom magam olyannak, mint amilyennek ez a fiú. Tehát ebből aztán jönnek a vagyonalmak, mert természetesen ők találkoznak, meg mi is találkozunk, de nem akarom elmesélni a történetet, de ez egy nagyon mulatságos alaphelyzet. Küldhetnél egy képet magadról? Romeo, itt a Tetszerusz. Hát az Istenek most nem kapósak. A hős szerelmesek, ugyan pár. De ki engedte meg, hogy elolvasd a magánlevelezésemet? Hát te! Igen, mert szükségem volt rá. Imádom a diszkót, meg a musicaleket, kedvenc sportom pedig a gördeszka. Nem, csak hogy tudom. Egy deszkás be nem tenni a lábát egy diszkóba, de egy műzikerre végképp nem. Sportnak inkább írtok. 28? Mostanában 28-at hazudsz? 30 az mindenki szerint túl öreg. Tényleg? Aki szerint nem, az meg nekem túl öreg. Nem Romeo vagy te, Benny, hanem Lőrinc barát. Azt gondolom, hogy ez az internet végtelenül megkönnyíti az ismerkedést, de hiányzik belőle szerintem, de ez a jövő és sajnos már a jelen is, hiányzik belőle az a folyamat, ami régebben volt, hogy meg kellett ismerkedni, meg kellett szólítani, összeakadni, keresgélni kellett először a szavakat, te mit sportolsz, melyik a kedvenc könyved, ilyen ostoba, de mégis célra vezető kérdések. Most meg egyből az van, hogy puff, mikor észre találkozunk, találkozzunk, aztán nem tudom. De hát nem szabad haragudni a fiatalokra, most ez dívik, és ezzel úgy se lehet mit tenni. Leírhatatlanul jó kép. Magas. Don, ide? Milyen magas? 89! 192! Úristen, most talán jó kondiban vagy? 90 kiló! Szén tiszta!
kezdene volna a hajam, és... Tom! Igen? Igen. Köszönöm. És kékes szürke a szemem. Akár egy fűsz. Remek partnerek valamennyien. Sipos Vera, aki a fiatal lány, az nekem tanítványom volt, a Színművészeti Egyetem. Molnár Piroska, az hát tudják, azért akarom szóba hozni a kaposvári időszakot, mert mi minden darabot ide hoztuk. Igen. Tehát minden kaposvári bemutató után mi hétfőn, kedden, szerdán három bérletben itt játszottunk. Tehát én nagyon gyakran voltam ebben az épületben, van is nosztalgiám. Aztán, amikor Szombathelyre kerültem, akkor is jöttünk ide, mert volt a Szakmák Színháza, talán a Kőszívű Ember fia is. Tehát legalább 5-6-szor a szombathelyi időszak alatt is voltam itt. De az alapkérdésre, az eredeti kérdés, hát nagyon mulatságos volt együtt dolgozni, ez egy nagyon szellemes szöveg, és nagyon jó helyzetek vannak benne, tehát végig élveztük a próbaidőszakot is. Jordán Tamás számára a kanizsai szereplések közül az egyik legemlékezetesebb a Mare halálához kapcsolódik, amelyet a 80-as évek elején állítottak színpadra. A darab nemzetközi sikereig hosszú út vezetett. Az igazából itt kapott lábra, mert amikor bemutattuk annak idején Szombathelyen, Kaposvárot, akkor a közönség nem volt túlságosan lelkes, talán, nem tudom, nem értették talán, de olyan visszafogott volt a légkör. Aztán ide eljöttünk ide, és akkor itt robbant a bomba. Tehát ez egy nagyon nagy emlék így Kanizsáról. Peter Weiss színművénél jóval könnyedebb témát dolgoz fel a kortárs Hindy Brooks internetező nyugdíjasaival. Csak úgy, mint a való életben, nem lehet örökké a profilkép és a nicknév mögé bújni. Hogy ki mit mert vállalni, vagy lódítani magáról, az első találkozás alkalmával úgy is kiderül. Jó szagú!